megállapodott egymással az Európai Parlament és az Európai Tanács az Unió következő 7 éves költségvetéséről. A tanács júliusban olyan tervezettel állt elő, miszerint a 2021 és 27 közötti időszakra szóló költségvetésben és az újjáépítési alapban több mint 1800 milliárd eurót fordítanának gazdaságélénkítésre és az uniós célok megvalósítására. Az Európai Parlament akkor még vétóval fenyegetett, mert néhány projektre, például az egészségügyre vagy az oktatásra vonatkozó forrást nem talált elégségesnek. A most lezárult tárgyalások viszont már sikerrel végződtek, több mint 15 milliárd eurót különítenek el a korrigált költségvetés szerint az említett szektorokra. A 7 éves költségvetést így már szavazásra bocsáthatják. Ahhoz, hogy januárban életbe lépjen, az uniós tagországok egyhangú támogatására van szükség. Magyarország és Lengyelország korábban jelezte, hogy megvétózná a csomagot, ha a kifizetéseket jogállamisági feltételekhez kötnék.